Nem világos, most akkor melyik lyukba? Ezt miért kell mindig eljátszanod? Azért, mert szeretnék bejutni, illetve kijutni. Pont erről beszélek. Na jó, figyelj, ezzel nem segítesz. Mondd, hogy melyikbe, ebben mindig te döntesz. Abba. Nem jó. De akkor a másikba. Ezt mondtad, lehet gyakrabban is. Jó, fejezd már be, nyisd ki. Jó, egy kulcs, meg egy hajszál. Milyen hajszál? Mutasd! Ez az enyém. Szerencséd. Szerencsém? Három naponta takarítom utána a lefolyót. Szerintem, hogy egy lakatlan szigeten lennék, akkor is találnék egy csokorral. Három percetek van, hogy végezzetek a feladattal. Három perc. A specialitásod. Unalmas poén. Nagyon a poén, de unalmas. Na, ott az átjára menjünk. Na, anyád itt otthon érezné magát. Nézd, ott van róla egy fotó a falon. Ott van az ágya is. Azt hittem, kedveled anyámat. Eleinte nem, de aztán rájöttem, hogy igaza van. Mégis miben? Hát a kezdetektől fogva jön ezt a házasságunkat. Jézusom, ezek soha nem fognak kijutni innen. Anyád! A koporsóból jön, nyisd ki! Hát nyisd ki, te anyád! Oh, tévedtem, ez anyád harmadik férje, a Károly. Hát tényleg az. Hiányzik a bal felső hatos. Kérlek, nyújjatok be a Károly alá, és vegyétek ki azt a kulcsot, ami átvezet a következő szobába. Ez a szoba ennyi volt? Igen, jobbra van a kijárat. De élethű ez a rendelő. Ebben van tapasztalatom. Gyere, üljünk le, és várjuk, amíg szólítanak. Meddig várjak még? Kinőtt a borostán, és a bóc is felakasztotta magát. Ugye? Mondtam, milyen életű. Biztos, hogy értitek a feladatot? Ki kellene jutnotok? Ki jutni? Ha, még mit nem. Tudod, milyen nehéz olyan pontot kapni? Igazán meg vagyok hatva, hogy így elvarázsolta a realisztikus környezet, de meghaltok, ha nem juttok ki. Aztán... Ez tényleg nagyon életszerű. Nézzetek a szék alá, ott van egy kód, az aki tudtok menni. Nézd, ez biztos, hogy egy orvos írta. Aszta! Ez de otthonos. Csipkés terítő, gandalló, gyerekjátékok, a virág. És ez az ablak. Csak egy kicsit nagyobb por. Ez egy sötétedés utáni randevú. Emeld fel a lábam. Ezt kizárólag a hegek bizonyítják. Örülök, hogy ennyire otthon érzitek magatokat, de... lassan záróra. Tulajdonképpen már háromszor meghaltatok. Hallod, Gabi. Meghaltunk, pedig még alig éltünk. Én annyi mindent szerettem volna még csinálni. Ja, új körmöket meg műszempél lehet. Na mi van most? Nem fáj a fejed? Teljesen felrajzott, hogy megcsapott minket a halál szele. Hölgyem! A szobák be vannak kamerázva. Uram! Na jó lesz, uram, én neki akarok szabadulni. Nekem mozi egyen van, és a mákon van utána. Szex. Szeretnél kiszabadulni az unalmas hétköznapokból? Gyere inkább hozzánk, és szabadulj ki izgalmas szabadulószobáinkból. Szabadulószoba Győr. Ne legyél hülye, Oli. Felvétel. Ha esetleg mégsem lenne szex. Oh.